A legutóbbi fordulóban az Eger idézőjelben hazai pályán kikapott 3-1-re a Honvéd együttesétől a Fáj utcában, a Győr pedig 3-1-re nyert a Hungária körúton az MTK ellen. 12. perc, Völgyi szabadrúgás, Kamberről teljesen megfeledkeznek a védők, és gyönyörű mozdulattal fejeli a labdát a hosszú sarokba a győri játékos. A bosnyák szerbnek egyébként ez volt az 5. gólja már a bajnokságban. Brüliák kapus teljesen tehetetlen. Bőven lett volna egyébként idő ehhezkedésre, hiszen nagyon messziről járt a szabadrúgás a győriek javára. Jól kezdi tehát a mérkőzést a listavezető. 3 perccel később újabb hazai próbálkozás. Koltai jó messziről, és ott a második. Brüliák mozdulni sem tudott a lövésre. Koltai már a 8. gólnál jár a bajnokságban. Lehetséges, hogy a kapus zavarta az előtte álló játékostárs, és így aztán a labda takarásban volt, de azért illett volna rávetődni a lövésre. Egy kapuznak a hazaiak. Marek Strescsik pillerre vezeti rá a labdát, és aztán húzza el mellette. Ezt viszont szépen védte Brüliák. Jobb felső sarokba tartott a labda, résen volt az egri kapus. Fél óra elteltével Koltai messziről, Brüliák bravúr, rátolta az egri kapus a felső lécre a labdát, így marad a 2-0-ás győri vezetés. Több mint fél óra kell ahhoz, hogy az Eger is veszélyeztessen, de hát egy olyan szituációból alakul ki végül is, nem csak hogy helyzet, hanem gól is, amit ajándékba kap a vendég együttes a Győrtől. Takács elpasszolja a labdát, Németh Norbert lecsap rá, higgadtan elhúzza Stevanovic mellett, és ezzel váratlanul szépít az Eger. 2-1. Németh Norbertnek egyébként ez már a 6. gólja a bajnokságban, és nagyon jól olvasta Takács szándékát, hiszen még a passz előtt elindult, és így aztán levadászta szépen az átadást. Minden esetre ez egy óriási hiba Takácstól. És ez aztán meg is hozza az egriek játékkedvét. Ezúttal egy szabadrúgásból veszélyeztetnek a vendégek. Albert lövését tolta Stevanovic a léc fölé. Egymás után alakítja ki viszont a helyzeteket az Eger csapat. A 62. perc, lecsúszott Németh lábáról a labda, és hiába voltak ott ketten középen, teljesen üresen nem jutott el hozzájuk az átadás. A 66. percben Völgyi tekeri el a labdát a rövid sarok mellett, és aztán a 89. percben akár egyenlíthetne is az Eger, Risztov lövését azonban a kapus védi, így marad a 2-1.